Tehát mi egy vallási és politikai mentes szervezet vagyunk. És ezek is maradunk a jövőben is. Tehát azért nyújtjuk ezt a tudást, hogy ténylegesen eljuttassuk az emberiség számára elérhető módon azokat az információkat, azt a tudást és azokat a képességeket, ami ahhoz kell, hogy az életük minden területén az emberek képesek legyenek boldogulni. Nem olyan sok ez az élet minden területe. Hát nézzük végig, hogy mik azok. Hát nem túl sok. Hát van, hogy önmagunkkal hogyan tudunk bánni. Tehát, hogy képesek legyünk jól bánni magunkkal. Képesek legyünk jól bánni másokkal. Úgy általában másokkal, most úgy értve. Képesek legyünk jól bánni a párunkkal, ez egy külön terület. Az is külön terület, képesek legyünk jól bánni a gyerekeinkkel. Képesek legyünk jól bánni a szüleinkkel. Hát nem könnyű, ugye a közvetlen hozzátartozókkal jól bánni. Képesek legyünk jól bánni a munkánkkal, hogy ott kellően hatékonyak legyünk, és képesek legyünk élvezni azt, amit csinálunk. Hiszen nagy eredmény csak úgy lehet elérni bármilyen munkaterületen, ha az ember azt szereti, amit csinál. Nézzük tovább. Az illető képes legyen bánni a pénzzel. De fontos, hogy képes legyen az ember bánni a hatóságokkal, a környezettel, és természetesen a teremtőjével is. Tehát ez csak 10 terület, nem olyan túl sok. Nem 20, 30, vagy számtalan. Összesen 10 terület. Tehát, hogy ezen a területeken az ember hatékony legyen, és jól tudja az életét irányítani. És annak ilyen részei vannak, hogy az ember helyesen kezelje a tisztesség, becsület, erkölcs, etikát. Mindennek ez az alapja. Mindennek. Ez az alapok alapja. Ha ezt az ember nem jól csinálja, akármilyen életet élt előtte, vagy él jelenleg, soha nem fogja megkapni a boldogság 5 pontját egyszerre hosszú távon. A boldogság 5 pontja pedig a következőből áll: szeretet, elismerés, szabadság, nem, szeretet, egészség, elismerés, szabadság, pénz. Tehát ez a sorrend. Tehát szeretet, egészség, elismerés, szabadság, pénz. Ennek az ötnek a hosszú távú megléte okozza az emberben a boldogságot. És egy olyan ember, aki vét a tisztesség, becsület, erkölcs, etikát a szabályaival szembe, és nem tesz többet azért, amit úgy hívnak, hogy emberek, mert ugye mivel szemben védhetünk? Magunkkal szemben védhetünk, családunkkal szemben védhetünk, valamilyen közösséggel szemben védhetünk. Ide tartoznak az emberek, az idegenek. Védhetünk a természettel szemben, amiben ide tartoznak az élőlények. A természet másik része, amivel ellen védhetünk, az élettelen dolgok, ami az élet része, olyan élettelen dologra gondoljon. Védhetünk a lélek, vagy a szellem, vagy a szellemi dolgok ellen, és védhetünk a teremtő ellen. Csak ez a 8 terület van, ami ellen védhetünk. És amikor
az ember megtanulja ezeket a dolgokat, akkor tud úgy döntéseket hozni, hogy amilyen döntést most meghozok, megnézem, hogy melyiket támogatja a 8 közül, vagy melyikkel szembe helyezkedik a 8 közül. És az ember képes a helyes döntésre, az olyan helyes döntésre, hogy ő úgy hozza meg a döntését, hogy biztos lehet benne, hogy annak nem lesz negatív következménye. És ez egy óriási dolog. Vagy ilyen egyszerű dolgok, hogy boldog akar lenni az ember, és a legtöbb ember nem tud boldog lenni, mert nem ismeri a testének, az elméjének, a tudatának és a lelkének a működését. És hogy kell ezt harmóniába hozni, ezt a 4 dolgot? Hogy ez harmonikusan működjön. Ez egy olyan terület, ami mondjuk egy ilyen nagyon anyagias emberkének, akinek minden a pénz, egy kicsit misztikusnak tűnhet. Semmi misztika nincs benne.